Az emberek ismét felhatalmazták a kormányt érdekeik brüsszeli képviseletére. Erről a kormány szóvivő beszélt a Kossuth Rádióban a nemzeti konzultáció kapcsán. Szentkirály Alexandra szerint a válaszadók nyilvánvalóvá tették, hogy nem akarnak háborút, fegyverszállítást és nyitott határokat. Azt is mondta, a nemzeti konzultációban az emberek jelezték, hogy ők akarnak dönteni a saját sorsukról, és nem akarják, hogy egy szűk brüsszeli elit határozza meg az életüket. Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke a Nemzeti Konzultáció beküldésének utolsó napján az EP-ben ismerte be, hogy a Magyarországnak járó pénzek kifizetését az LMBTQ és a migránspárti politikához köti. A Nemzeti Konzultáció eredményéből azonban kiderült, hogy az emberek több mint 98%-a a nemzeti szuverenitás megőrzését várja el a kormánytól. A válaszadók szerint fenn kell tartani a család és gazdaságvédelmi intézkedéseket, vagyis a rezsitámogatást, a kamatstoppot és az extra profitadót. Emellett nem szabad megengedni, hogy Magyarországon migráns gettók jöjjenek létre, valamint Brüsszelnek be kell fejeznie a palesztin szervezetek támogatását. Ukrajna uniós támogatásáról is határozott véleményt mondtak a magyarok. Szerintük fegyverszállítás helyett tűzszünet kell és addig ne kapjon uniós támogatást Ukrajna, amíg a nekünk járó pénzt ki nem fizeti Brüsszel. A válaszokból az is kiderült, hogy az emberek nem tartják alkalmasnak Ukrajnát az uniós tagságra, de az ukrán gabonáról is kikérték a magyarok véleményét. A válaszok alapján biztosítani kell Magyarország GMO mentességét, valamint tovább kell szigorítani a gyermekvédelmi törvényt, és szigorúbban kell fellépni a külföldi befolyásszerzés ellen az eredmény azt hiszem, hogy önmagáért beszél. Azok, akik részt vettek a nemzeti konzultáción, felhatalmazták a kormányt érdekeik képviseletére a további brüsszeli tárgyalásokon, mondta a kormány szóvívő a Kossuth Rádió vasárnapi újság című műsorában. Elsőpről többség tett hitet Magyarország szuverenitása függetlensége mellett, ezzel az emberek azt mondták, hogy ők akarnak dönteni a saját sorsukról, nem akarják, hogy egy szűk brüsszeli elit határozza meg az ő életüket befolyásoló fontos kérdéseket. Másfél millió hangos kiáltás tulajdonképpen abba az irányba, hogy nem akarnak az emberek háborút, nem akarnak fegyvert küldeni és nem akarnak nyitott határokat. A kormány szóvívő úgy fogalmazott, hogy az Európai Tanács jövő heti rendkívüli ülésére, ahol az Ukrajnának biztosítandó 50 milliárd euróról is döntés születhet, a magyar miniszterelnök a hátizsákjában másfél millió magyar ember véleményét fogja magával vinni. A magyar emberek akarata pedig egyértelműen a béke felé irányuló lépéseket jelentítette hozzá Szent Királyi Alexandra a konzultáció az bizonyítja, hogy továbbra is erős ország, erős nemzet vagyunk. A magyar nemzet esetében a mély nemzeti gondolatok nagyon erősek. Ezt bizonyítja a nemzeti konzultáció is. Fogalmazott Orbán Viktor a konzultáció kapcsán korábban a Kossuth Rádióban. A miniszterelnök fontosnak nevezte azt is, hogy a konzultáció cselekvésre késztette a magyarokat. Azt mondta nagy dolog, hogy a nemzeti konzultáció nem egyszerűen csak pozitív visszhangra talált sok millió magyar szívében, hanem másfél millió embert késztetett arra, hogy kitöltse és visszaküldje a kérdőívet.